A stúdióban pedig a vendégeink, ahogy ígértük, Kánya Kata és Keszei Sándor, a Magyar Szülők Országos Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mindketten szülők. Úgyhogy a téma innen is vetődött fel, hogy vendégként behívjuk önöket. Nagyon kíváncsiak lennénk a véleményükre. Katának ugye 28 éves lánya van. Bár mi azt mondtuk, hogy talán ő már nem a veszélyeztetett korosztály, de bárkivel előfordulhat. Annak idején hogy engedted előtt bulizni? Hát megmondom őszintén, hogy az én lányom mindig azt mondja, hogy én vagyok a világ legjobb mamája. Egyetlen egy dolgot csináltam rosszul fiatal korában, hogy nem voltam elég szigorú. Tehát most ezt csak azért mondtam el, hogy amit mondani fogok, nehogy azt higgyék, hogy én egy ilyen vérnősző anya vagyok. Én nem is értem, hogy 14, 15, 16 éves gyerekek mit keresnek egy szórakozó helyen éjjel? Tehát amikor volt 2 évvel ezelőtt ez a borzalmas tragédia a nyugati téri diszkóban. A Vesz-Balkánban. Akkor ott zúdultak ki a láthatóan kicsit sem szomjas 15-16-17 éves gyerekek. Hogy kerülnek azok oda éjjel 2-kor? Amikor én, ha jól tudom, 18 éves kor alatt még csak ki se lehet szolgálni, még egy pohár vagy mi egy üveg bort se vehetnek a közérbe. Hogy ez... Hogy van ez a szülők felelőssége? Miért engedik oda a gyereket? Hát, hogyha nem tud úszni, akkor egy szülő nem vágja be a mély vízbe a gyerekét nyilvánvalóan. Hol van annyi tapasztalata egy 10x éves gyereknek, hogy felelősség teljesen tudjon működni az éjszakában? De.